Sátoraljaújhelyen az 1956-os emlékjelnél tartották a forradalmi megemlékezés első részét, ahol Szamosvölgyi Péter polgármester mondott beszédet. A város vezetője arról szólt, mit köszönhetünk ma az 1956-os hősöknek. A koszorúzást követően a Latabár Színházban folytatódott az ünnepi megemlékezés. Dr. Ringer István múzeumigazgató a vidéki forradalmárokról beszélt, például arról, hogyan támogatták az újhelyi emberek a budapesti felkelőket. Azokban a napokban példátlan, ám példaértékű egységben volt az ország. Nem csak az eltérő gondolkodású vagy világnézetű magyarok, hanem a vidék Magyarországa és a fegyveres szabadságharcot vívó főváros is, melynek küzdelmével közösséget vállalt az egész ország. Egy roppant lényeges és a főváros harcát egyáltalán lehetővé tevő jelenség is kibontakozott. A forradalom napjaiban soha nem látott élelmiszerbőség volt Budapesten. A vidék Magyarország az első naptól kezdve önként szállította az élelmet a fővárosba. Sátoraljaújhely segítette a főváros forradalmát, méghozzá dohánnyal. Ezt követően városi elismeréseket adtak át. Posztumusz díszpolgári címet kapott Fedorné dr. Fráter Zsófia, a város nemrégiben elhunyt címzetes főjegyzője. Az elismerést férje vette át. Szintén díszpolgári címben részesült dr. Estók József nyugalmazott dandártábornok, címzetes egyetemi docens, a Sátoraljaújhelyi Fegyház parancsnoka, aki számos szakmai elismerése mellé vehette át ezt a díjat, amit családjának ajánlott fel. A családomnak, a feleségemnek és három gyönyörű gyermekemnek azért, mert végigkövették az utamat, bárhol is helyeztek, kitartottak és helytálltak, segítettek. A szüleimnek pedig azért, akik már sajnos nem élnek, meg nagyszüleimnek, mert becsületre, munkára, tisztességre neveltek, és én ezt próbáltam egész életem során képviselni. Próurbe díjat kapott még dr. Lenárd György, akinek a neve egyet jelent a Kisvasúttal térségünkben. Dr. Lenárd György ezekkel a szavakkal köszönte meg a kitüntetést. Én úgy érzem, hogy ez szinte velünk született, mint ahogy a A vagy a B vércsoport, ez is bennünk van, hogy a városnak az a szeretete, tisztelete beleérte természetesen az itt lakókat, az itt szerzett barátokat, ismerősöket és mindenkit. Másképp nem tudom megfogalmazni. Próurbe díjat vehetett át dr. Bodnár Sándor borász, aki munkájával, civil vállalásaival számos helyen segítette Sátoraljaújhelyt, máig támogatja a város vezetését. Elkötelezettségét hálálták meg ezzel az elismeréssel. Ismerjék meg ezt a várost. Ismerjék, szeressék, legyenek büszkék erre a felső magyarországi szép településre, ami gyakorlatilag valóban ritkaságnak számít. Város közszolgálati díját idén a Zemplén Kalandpark munkatársai kapták, igazgatójuk vette át az elismerést. Ugyanilyen kitartóan, ugyanilyen odafigyeléssel, lelkesedéssel csinálják a napi munkájukat, és itt hadd ragadja meg az alkalmat, hogy nagyon-nagyon köszönjem meg nekik mindazt az 5 évet, amit mi együtt töltöttünk, és amit a vendégeink kiszolgálására fordítottunk. A megemlékezés Kovács Nóri népdalénekes műsorával ért véget. Ha nincs hely, ahol indulj hazafelé.